Start. Start, elindult az első nap utolsó ügető futama, ez a Jeans Lady Handicap, úgy látom, hogy hiba nélkül kezdett az egész mezőny, és a nagyon régen látott Oscar Wilde, aki azért a favoritja is ennek a futamnak, remekül indul és elmegy vezetni, Oscar Wilde mellé tartalós zárkózik fel, mögöttük Udano Chamast, illetve Zara Noble BD kettősét látom, közel van Restone, és tulajdonképpen a köbbiek is viszonylag közel vannak, zárkóz és Jurik bolyott a középmezőn, mert egészen kívül Jurik Noble a verseny egyik esélyese, nem igazán jó startot, vagy nincs igazán jó pozícióban, és visszacsúszik a sor végére, Ruby Riis van mögötte, illetve Zanderigó párosa. Oscar Wilde és Tartaros pedig ott vannak a frontban, bő egy körrel a vége előtt ők ketten diktálják a tempót. Kettes fogottokkal rendeződik a társaság, Urano Csamás, Zara Noble BD, zárkóz, érkezik mellettük a Restone, illetve Unique Boy, és egészen kívül pedig Unique Noble igyekszik feljebb zárkózni. Unique Noble tehát az egyetlen volt ez ideig, aki harmadik spurt ment, de aztán kiment Tico Time is, oda ő is ott próbál majd megindulni, ami pedig a vezetőt illeti, vagy vezető kettőst, az továbbra is Oscar Wilde, illetőleg Tartalos, ők húzzák a mezőnyt, mögöttük pedig ott versenyez Unano Chamast, illetőleg Zara Noble BD. Hát ez a harmadik spúr azért több lónak nem tesz túl jót, nem tudnak igazán előre jönni, nem tudnak közelíteni a kanyarban, legalábbis a vezető lovakhoz. Továbbra is Oscar Wilde, illetőleg Tartalos diktálják a tempót, mint hogyha egy kicsit meg is szaladtak volna, most már egy olyan két hosszas előnnyel járnak Unano Chamast, illetőleg Zara Noble BD előtt, aztán hárman egymás mellett zárkóz Redstone, illetőleg Unique Noble. Unique Noble folyamatosan igyekszik gyorsítani ott az istáló egyenesben, de hát továbbra sem tud bejjebb jönni, viszont nagyon erősnek tűnik, lehet, hogy a harmadik spúrban futva is oda tud érni, ugyanez vonatkozik Tico Time-ra is, aki most már versenyben van. Tartalos pedig megelőzni látszik Oscar Wilde, aki viszont tudja tartani a falat, a belső spurt. Én az utolsó 300 métert, nagyon komoly befutó várható, zárkóz pedig elugrotta magát az utolsó 300 kezdetén. Oscar Wilde még mindig előrébb, mint Tartalos. Oscar Wilde, Tartalos, Unique Noble van kívül, Unano Chamast, Zara Noble BD pedig belül, kívülre pedig Tico Time indíthat majd meg talán egy rohamot, de Restone sincs messze, és Unique Boy is viszonylag közel, egészen kívül pedig Ruby Riis gyújtja be a rakétákat. 150-nél Tartalos átveszi lassacskán, most már a vezetés, Tartalos ott van az élen, nagyon-nagyon szorongatott helyzetből, Restone indul el, Tartalos, Restone kívül, Ruby Riis, Tartalos, Senovic Adéla, Tartalos, Restone, Ruby Riis, Unique Boy, illetve Unique Noble, ez lesz a sorrend, Tartalos tehát, Senovic Adéla meglepetése megnyeri a Jeans Lady Handicapet.